Ebben a házban a lapos tetőre napelemeket helyeznek fel. Hőszivattyúval oldják meg a melegvíz, valamint a fűtésnek az ellátását, az energiát pedig a levegőből nyerik. A tapasztalatok szerint évről évre egyre többen gondolkodnak ökotudatosan, ezért sokan az alternatív energiák mellett döntenek, ha az otthonukról van szó. Ennél a háznál hőszivattyút és napelemet is használnak az energiák csökkentésére. A napelemes rendszer lelke az inverter, hiszen nélküle nem működik a napelem. DC oldalon ezek a vezetékek jönnek, ezek egyenáramú vezetékek, ezek 1000 voltot is tartalmazhatnak, úgyhogy igazából ez az egyenáramú vezeték az, amit bekötünk az inverterbe, és itt belül az elektronikának köszönhetően váltóárammá alakítja, és a ház váltóáramú hálózatára csatlakozunk rá. A berendezést védeni kell, amelyhez kétfélét szükséges beépíteni. Egy AC oldali túlfeszültséglevezetés, meg egy DC oldali túlfeszültséglevezetés. Ugye ez akármilyen túlfeszültség esetén, akár villámcsapás esetén elvezeti úgymond a többlet energiát, és megvédi az eszközeinket akártól. A termelést azt most már ugye Wi-Fi-n keresztül ezek a modern inverterek mindegyike kommunikálja, úgyhogy a termeléssel igazából nincs is nagy gond. Sokkal nagyobb kihívás igazából az, hogy év végére nullások legyünk. Ezért fejlesztünk saját okos otthon rendszereket is, amik nem a redőny vezérlésére és nem a világítás vezérlésére összpontosítanak, hanem arra, hogy az összes fogyasztásunkat, mint a hőszivattyú, a használati melegvíz, az egyéb villanyfelhasználásunk és a napelem termelését integráljuk egy központi rendszerbe, és segítsünk az ügyfélnek, a felhasználónak eligazodni a napi és éves és akár havi egyenlegének kimutatásában. A ház melegvíz ellátását és fűtését a levegővíz hőszivattyúk segítségével oldják meg. Ezek a technológiák tökéletesen egészítik ki a napelemeket, így nem csak a villany, hanem a fűtés költségeinket is kiválthatjuk velük. A monokristályos napelemeket a szakemberek lapos tetőre helyezik fel. Kettő fajta típus van. Itt jelenleg egy árnyéktűrő félcellás napelemet fogunk telepíteni, egy lapos tetős megoldással. Súlyozzuk a tetőre, ott ugye nem tudjuk átfúrni a lapos tetőnél ugye a rögzítés technikát, úgyhogy lesúlyozzuk a napelemeket, és ilyen félcellás 335 wattos paneleket fogunk telepíteni. Családi házaknál leginkább a monokristályos napelemeket alkalmazzák. A monokristályos napelemeket egy darab szilícium tömbből szeletelik, ez az igazi napelem. Viszont a gyártás technológiában rengeteg hulladék keletkezett az évek alatt, és kitalálták a fejlesztő mérnökök, hogy ezt a hulladékot használjuk föl, egészítsük ki további szilícium darabkákkal, és ebből lett a poli. A telepített napelemek száma attól függ, hogy mennyi a ház éves energiafogyasztása. A lapos tetőre 17 kW napelemet helyezünk jelenleg el. A lapos tető mellett szól egyébként még az is, hogy tökéletesen délre pozícionálhatóak a napelemek, így a legnagyobb termelést tudjuk tőlük elvárni. A megújuló energiaforrás így a napelem telepítés mellett egyre többen döntenek, amelyhez segítséget nyújt a Magyar Fejlesztési Bank. Ez a projektünk is egy uniós támogatásból valósult meg, a Magyar Fejlesztési Bank által nyújtott 0%-os kamatmentes kölcsön egy minden család számára egy nagyon jó megoldás. Most már nem kérdés az, hogy megújuló energiával kell a földet ellátni megfelelő energiaforrások tekintetében. Igazából az a kérdés csak, hogy hogyan tudjuk ezt illeszteni az ipari áramhoz és a lakossági felhasználáshoz. Egy picit kitérnénk a paksi beruházásra, hogy miért nagyon fontos ez a megújuló energia számára is, hiszen a paksi 1-es, 4-es blokkok, ez az egyes, ez a paksi egyes erőmű, 2000 megawattórányi pillanatnyi termelésre képes. Az új paksi kettes erőmű csak az a 4-es, 5-ös blokk egybe 2400 megawattórára lesz képes, viszont azért van rá szükség, mert az egyes blokkot nem lehet szabályozni csak 0, 50 és 100-as termelésre, és ez a megújuló energiát nem tudja úgy kiegészíteni, mint a kettes blokk akár 10%-onként fogja tudni. Mindannyian tudjuk, hogy az energiát tárolni a legdrágább és a legrosszabb jelen pillanatban, úgyhogy ezért kell egy olyan atomenergiaforrás, ami nagyon jól állítható lesz. Szóval, hogyha nagyon sokat süt a nap, akkor lehet szabályozni hozzá. Ha viszont pedig keveset, akkor meg nyilván fel lehet tekerni az energiatermelésre. Az uniós támogatással létrejött projekthez, vagyis a napelemek telepítéséhez 10%-os önerőre volt szükség. Ez
ez a 10% az ügyfeleknek másfél év alatt megtérül. Ha a teljeset önerőből, készpénzből valósították volna meg, akkor ilyen 7-8 évbe tehető a megtérülése, és legalább 30 év az élettartoma. A lakosság számára a legfontosabb a garanciavállalás. Ki az a gyártó, és melyik az a gyártó, aki fogja tudni nekik vállalni azt, hogy 15-20 éven keresztül, ha bármi probléma van, akkor ott fog állni az ügyfelek mellett. Mi csak olyan gyártókkal dolgozunk, akik ügyfélközpontúak, és kifejezetten erre fókuszálnak, hogy megfelelő hátteret és biztonságot nyújtsanak, akár a magyar családok számára is. Az energiával történő takarékoskodás meghatározza a jövőnket.